Tisztelt választópolgáraink, tisztelt választópolgárok, kedves barátaim, kedves ellenzéksek! Itt állunk a mai eredményvárónak a vége fele, bár még pontos eredményeket nem tudunk. Néhány gondolatot mindenképpen meg tudunk osztani azzal kapcsolatban, ami mi most fejünkben jár. Először is köszönetet szeretnék mondani a választópolgároknak, mindenkinek, aki elment a mai napon szavazni, és az ellenzéki pártokra szavazott, és engedjük meg, hogy kiemelten köszönetet mondjak azoknak a választópolgároknak, akik a helyettes a politika és az új kezdet jelöltjére szavaztak. Másodszor pedig meg szeretném köszönni azt a derekas küzdelmet az LMP-nek és az új kezdetnek, amit az elmúlt hónapokban folytatott, sokszor hóban, fagyban, máskor forróságban, következetesen kitartva küzdött a kormányváltásért és a korszakváltásért. A mai napon el kell ismernünk azt, hogy a kormányváltás nem sikerült. Ez azonban nem jelenti azt, és nem jelentheti azt, hogy mi most feladjuk a küzdelmet. Sőt, a küzdelemnek az új szintjét és az új minőségét kell tudnunk megvalósítani. Ez az, amivel mi most önök előtt állunk, és ez a munka itt és most, 2018. április 9-én, 12 óra, 24 perckor éjszaka el fog kezdődni. Szeretném leszögezni, hogy az LMP az új kezdet derekasan küzdött. De hiába értünk el jobb eredményt, mint 4 évvel korábban. Most azonban csak azt tudom önöknek mondani, hogy kétszer olyan keményen kell küzdeni, és kétszer annyit kell küzdeni Magyarországért, mint amennyit eddig küzdöttünk. A Megújuló Magyarország programja egy olyan program, ami meggyőződésünk szerint Magyarországnak egy nagyon stabil, nyertes jövőt jelent. Nincs okunk azt gondolni, hogy ezen a programon változtatnunk kellene. Ami viszont változtatnunk kell, az az a mód, ahogyan a magyar polgároknak elmondjuk ezt a programot, ahogyan megközelítjük önöket azzal az ígérettel, azzal az elgondolással és azokkal a vállalásokkal, amiket mi a Megújuló Magyarország programjában letettünk. Én mostantól ezen fogok dolgozni, keményebben és elszántabban, mint valaha, ugyanakkor még nagyobb alázattal és még nagyobb szolgálattal Magyarország és szeretett hazánk irányába. Mert én úgy látom és úgy értékelem ezt a helyzetet ma, hogy nagy a baj ebben az országban, minden küzdeni akaró, küzdeni vágyó és küzdeni tudó emberre szükség van. Ezért én minden magyar választópolgárt arra kérek, hogy ne adja fel. Ne adja fel azt a küzdelmet, amit elkezdtünk, ugyanis a jövő a mi kezünkben van. Bármit is mutattak most az eredmények, ez azt jelenti, hogy még keményebben kell tudnunk kiállni azért, amit mi szeretünk, és mi Magyarországot nagyon szeretjük. Ezt tőlünk senki el nem vitathatja. Ezt az érzést tőlünk senki el nem veheti. Egy dolgot tudunk tenni, hogy még jobban, még nagyobb megértéssel, türelemmel viseltetünk egymás iránt. A szekértáborokat felszámoljuk, a hasonlóan gondolkodó, az értékek mentén hasonlóan gondolkodó emberek megtalálják egymás társaságát, és valódi változást visznek véghez ebben az országban. Tudom, hogy sokan most szomorúak. És én magam is ezen az estén olyan eredményeket kaptam, ami azt indokolja, hogy sok szempontból újra kell gondolni mindazt, amit letettünk. De nem a programunkat, nem a Megújuló Magyarország programját, hanem azt, ahogyan ezt a választópolgárokhoz eljutatjuk. Tisztelettel köszönöm mindenkinek, aki elment és az LMP és az új kezdetre szavazott. Nagyon köszönöm azokat a leveleket és üzeneteket, amiket már most kapok, és mindenkit biztosíthatok arról, hogy a küzdelem folytatódni fog. Talán még elszántabb, amit valaha. Köszönöm. Következmények nem
nem azonnal fognak jelentkezni, azonban akár beláthatatlanok is lehetnek, rendkívül komoly felelősségük van ezeket megakadályozni. Két dolgot emelnék ki, nagyon közel került Magyarország ahhoz, hogy az Európai Unióból nagyon rövidén belül kikerüljünk. A második pedig, hogy az a rettegés, amit az elmúlt hetekben a kormány tagjai, a kormánypárti politikusok megéltek a bűnözővásárhelyi választás óta, azt a rettegést nem tudják elfelejteni, és ez pedig ugye mutatkozik, meg fog látszódni a politikájukon is. A csalódott honfitársaimat arra kérem, hogy ne kiválasztassák a kormánypárti szavazókat, ők megtévesztett emberek. Ma a magyar emberek 60%-át csak a kormánypárti ex-sajtó éri el. Ne kiválasztassák azokat az embereket, akik a kormánypártra szavaztak. Nem tudok gratulálni a kormánypárt képviselőinek, hiszen nem volt tisztességes és egyenlő verseny. Ezt tudtuk jól. Külföldön több százezer magyar embernek nem adták meg a szavazás, az egyetlen szavazásnak a lehetőségét. 100 milliárdos kampányt folytatott a kormány, most már évek óta az ellenzék ennek töredékével tud kellene beérje. Talán az egyik legnagyobb hiba elkövetés, hogy ilyen feltételekben elindultunk, mert ez a szavazás, ez a választás talán még nyerhető lett volna. El kell azt is mondanunk, hogy ezt a választást nem a kormány nyerte meg, hanem az ellenzék veszítette el. Az ellenzék talán nyerhetett volna, ezt fogjuk most már megtudni, de az biztos, hogy az ellenzéki vezetők felelősséggel tartozik.